együtt keresünk egy helyet, ahol lehet kéz a kézben forogni veled, úgy mint két gyerek. Nézd a szemem, ott vagy benne, mint én a tiédben. Első pillancs, nehogy elragadjon a szédület. A világ szanad, nem tudni jobba tett a sok gondolat. Ne figyelj másra, csak a közös körforgásra. Visz a lábad, egyre biztosan van, nincs megállás. Nem érhet véget, így olvadunk bele a végtelenbe. Ne engedj el, erősen szoríts meg a kezem. Ha elenged, szétrepülünk. Ne engedj el, pörögjünk addig, amíg lehet. Ne engedj el, veled messzire szállnék. Ez egy furcsa kis játék. Kérlek, kérlek, ne engedj el. Odett koncertjével folytatódik az Akvárium Tavasz Terasz, a koncert címe pedig Odett 10 Akusztik. Sziasztok! Mit is jelent pontosan az Odett 10 Akusztik? Először is üdvözlök mindenkit! Ez az Odett 10 Akusztik, ez gyakorlatilag Budapesten először van. Ugye volt egy Odett 10 bakelitám a tavalyi évben, a 10 éves jubileumomra dolgoztam föl 10 kedvenc dalomat egy picit áthangszerelve, és ennek az akusztikus formátumát most adom itt először elő az új zenekarommal, úgyhogy ez az apropója, illetve még egy kis kiegészítés, ugyanis nem egyedül ülök itt, és nem is az új zenekarommal, hanem van egy vlogom, aminek az a címe, hogy Zenél az utca. Ebben utcazenészeket mutatok be, illetve dolgozunk fel közösen egy dalt, és nagyon szerettem volna, hogyha ezek a fiatalok eljönnek és közreműködnek a koncertemen. Így felkértem Sztojkát és Kristófot is, hogy csatlakozzanak a koncerthez. Sztojka, Kristóf, volt már ilyen típusú koncertélményetek, vagy csak és kizárólag eddig az utcán zenéltetek? Nekem volt, igen, köszönöm, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Voltam már az A38-ban, a 8-10 klubban. Időnként alkalmam nyílta, és ilyenkor szeretettel jövök, ha hívnak, úgyhogy igen, volt. De akkor nincsen bennetek valami plusz izgalom vagy feszültség, hogy Odett mellett kell most élőben zenélni? Igazából nincs. Nekem is voltak már fellépéseim, még az, hogy még gyerekcipőben járok ezzel, de szerintem az utcazene megedzett minket mindenre, úgyhogy örülünk annak, hogy nem esett bajunk inkább a színpadon. Úgyhogy. Odett, mire számítasz a srácoktól? Milyen dalokat fogtok közösen elénekelni? Az volt a koncepcióm, hogy amiket a vlogban feldolgoztunk dalokat, azokat most a közönségnek előadjuk élőben, hogy ők is megtapasztalják ezt az élményt. Úgyhogy elég izgalmas, mert egyébként ennek a koncertnek úgy jött az ötlete, hogy ugye a nagy teremben Passengers játszik éppen, és Kristóffal egy Passengers dalt adtunk elő, és ő nagyon-nagyon szereti Passengers-t. Egyébként már találkozott is vele, szóval így van valamilyen személyes, még ráadásul kapcsolata is hozzá. Úgyhogy ezeket a dalokat adjuk elő, illetve Sztojkával az Ed Sheeran Shape of You fog megszólalni elég izgalmasan, és lesz egy brutál finálé, amit remélem nagyon fognak majd szeretni a kedves emberek, hallgatóság. Mit lehet tudni erről a brutál fináléről? Így lehet egy picit spoilerezni? Hát remélem, hogy mindenki időben érkezik és elkapja majd a végét. Alapvetően az lesz, de csak egy picit árulok el, nem mondom el, hogy melyik dal, hogy a zenekar, illetve az utcazenészek is mindannyian egy jó, erős, közös zenélés, tehát egy ilyen random trip-szerű, de Odett Fit zenél az utca, tehát így képzelje el a kedves néző. Ugye említetted Ed Sheerant és Passengers-t, de legfőképp inkább magyar dalok lesznek, ugye általában a koncerten hallhatók, ugye? Természetesen, hát ez egy Odett koncert, úgyhogy alapvetően a dalaimat fogjuk előadni akusztikusan, hiszen Odett 10 akusztik, úgyhogy lesz egy nagy bögő a színpadon Miklós Milán kezében, akkor Toldi Miklós doboláson kívül még akusztikus gitározni is fog, illetve Svajcsuk Kristóf még a gitárosunk, ő is akusztikus gitárt vesz a kezébe, úgyhogy nagyon izgalmas, meg egy nagyon belsőséges kis
chill ez így a péntek estében. Hát akkor egy nagyon jó belsőséges chillt kívánok nektek. Jó koncertet!